A programok után, kedves nézőink, nem maradt más hátra, mint az elköszönés. Az év vége utolsó adását láthatták, az Arról van szó című aktuális műsornak. Egész évi megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevében is megköszönöm. Tartsanak velünk továbbra is, nézzék a Líceum televízió műsorát, és miután adventi időszakban vagyunk, karácsony közeleg, egy ilyen karácsonyi hangulattal búcsúzunk most, hiszen az éppen az előbbi beszélgetésben szereplő projekt része volt az, hogy egyfajta karácsonyra készülődés című programot is összehozzanak a hallgatóink. Erről készítettünk most fölvételeket, megtisztelő figyelmüket, akkor köszönöm, búcsúzunk ezzel a hangulattal és a viszontlátásra jövőre. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült el már a kalácsom, ha kisült már ide véle, hagy egyen meg melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép gömb, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Adventi hangulatban, ünnepi ízekkel és ünnepi illatokkal vagyunk itt körülvéve. Mi becsöppentünk, avasson be bennünket. Karácsonyi készülődés című programba, amely az Andragógiai és Közművelődési Tanszék hagyományos rendezvénye, az szorgalmi időszak utolsó hetében, vagy az utolsó előtti hetében szoktuk megrendezni, és nagy segítséget nyújtanak ebben a játék és szabadidő szervező tanár Emma szakos hallgatóink. Mi minden történik itt ma délután? Tulajdonképpen egy olyan karácsonyi készülődésen lehet itt részt venni, ahol ajándékot lehet készíteni, dekorációt, de hogyha valaki zenét szeretne hallgatni, vagy esetleg forralt bort, vagy teát kortyolgatni, arra is lehetőség van. Jót beszélgetni, akár az ünnepről, akár egyéb dolgokról, és tulajdonképpen jól érezni magunkat együtt. Apropó zene, tulajdonképpen az is hozzátartozik a hangulathoz, hogy nem gépről, nem rádióból hallgatjuk a zenét, hanem voltak barátok is. Így igaz, a tekergő zenekar volt az egyik fellépőnk, úgymond, másik pedig ugye a három játéken más hallgatónak erre az estére összeállt triója, akik bizonyos időközönként itt szolgáltatnak nekünk nagyon gyönyörű éneket, zenét. Amellett, hogy az asztalokon folyik itt a munka, azért kellett valamit előkészíteni ehhez, hogy így tudjanak mozogni vele, dolgozni vele. Kik készítették ezeket a süteményeket, egyéb ötleteket? A játéken másoknak van egy olyan tantárgyuk, hogy népi kismesterségek módszertana. És arra gondoltunk a tanszéki kollégákkal, hogy a legjobb lenne egy olyan gyakorlati feladattal zárni a fél évet, amit menet közben ugye elsajátítanak a tanórákon, ahol meg tudják mutatni, hogy mi is, miről is szólt ez a fél év, és hogyan kell egy ilyen programot levezényelni. És azért ők készítették elő a rendezvény nagyját, úgyhogy ők gyártották a mézes kalácsot, ők készítették a mintadarabokat, ők kóstolgatták és tesztelték a forralt bort, a teát, úgyhogy tulajdonképpen ez az ő alkotásuk, amit most itt láthatunk, némi tanári támogatással. Mindent azért lelkesedésből nem lehet. Van hozzá anyagi támogatásuk, hogy mindez létrejöjjön? Ebben az évben ugye van egy nagy pályázata a főiskolának, és a tanszékünk az egyik koordinátora ennek, a TÁMOP 3.2.3-as pályázat keretein belül van egy olyan komponens, a B komponens, amely kifejezetten az ilyen közösségi programokat támogatja, és a forrás most leginkább ebből volt. Úgyhogy igazából az alapanyagok vásárlása és az egyéb költségek most ebből a forrásból finanszírozódtak. Hogyan fogadják a hallgatók, akik ezt az egészet létrehozzák itt? Mennyire működik bennük azt, hogy ez egy gyönyörű hagyomány, amit meg kell őriznünk, át kell adnunk? Ha nem is pont a szigorúan a vallási részhez kapcsolódva, de hát azért ez az időszak, ez egy nagyon szép hagyománya a szokásainknak.
mert abszolút partnerek ebben, és át is érzik ennek a fontosságát, és azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek talán ez a legnagyobb sikere, és aki itt van, az érzi, hogy milyen hangulata van. Tulajdonképpen ők erre nagyon készülnek, és a fél év során is erre is felkészítjük őket, de érzik ők ezt belülről, és talán itt most, akik itt vannak, ezt a hangulatot meg tudják fogni, és tapintható. Azért minden mellett a mozgató motor az a tanárnő kezében van, öntől jön létre igazán ez az egész hangulat, ami itt van. Mit szeretne elérni? Miért ennyire fontos önnek, hogy ez létrejöjjön? Hát egyrészt azért nem csak én vagyok itt a mozgatórugó, hanem a tanszéki kollégák is nagy-nagy segítséget nyújtanak. Lehet, hogy valaki a teafőzésben, lehet, hogy valaki a favásárlásban, tanszékvezető úr választotta és hozta például a karácsonyfát, tehát ez egy csapatmunka a tanszék részéről is. De én igazából azt szeretném, hogyha lenne minél több ilyen alkalom, ahol a hallgatók nem csak a formális keretek között találkoznának, tanórai keretek között, hanem egy kicsit szabadabb formában, és megérezhetnék azt, hogy a játék és szabadidő szervező tanárnak ez is egy feladata, és ez a legkiválóbb gyakorló terep nekik erre az útra tulajdonképpen.